Ugye valami biztatót? Hajrá! Az tök jó. Ha a műsor azt mondja hajrá, akkor... Igen, akkor? Akkor az nem túl biztató. Értem. A műsi szokott ennél sokkal biztatóbbat is mondani. Sziasztok! Hello. Hello! Magamat is lefilmezem, hogy én vagyok a legszebb, a habatortán. Én vagyok az íja ponton, igen. Egy okét, na nézzük. Szép kis okék. Jól van. Márti is mutat egy szép okét. Köszönjük. Szállj rakél. Ó, igen. Van egy pereme, és körülről bele lehet bújni. Zsebpereme 3 méteren van.
3 méter 20 centim vagytok, akkor már nem látjátok meg a lukat, és nem találjátok meg a bebújót. Ezért gondolom ezt pedig szimbolikusan, tehát ha fölülről nézitek, akkor látjátok a lukat. A túloldalról ez egy nagy nyitott luk, ugye itt 3 méteren kezdődik, és szépen átbújik a főte alatt, ha tudunk volt, hogy az emberek erre alkalmasulnak. Nagyon nagy élmény lesz, és akkor ezt a szikas picet bal kézre megkerül. Ezzel azonban a merülés nem ér véget, igazi talán még összeállja. Egész csetén vízbe is elúsztok arra befelé, ahol ilyen kis aláhajlásoló üvegecskék, mondhatnám barlangnak is, de az talán nagy képű lenne, vannak. És kifejezetten ez a 3-4-5 méter mélységben sok lát fogtok látni, sok érdekes képződményt fogtok látni, tehát tetszett a fények törése. Nagyon-nagyon szép, akármennyi időben lehet. Szép jó. Nem is. Alulról megmutatod. Részintesen állsz, és az alsót, ami bal oldalon van, ugye alul, azt engeded ki.